Bianchiról azt kell tudni, hogy a Bianchi az Bianchi. Ahogy már megszokhattuk a Bianchitól, 2019-ben is gyönyörűen összepakolt bicikliket fogunk kapni tőle, de van pár olyan izgalmas részlet, ami arról árulkodik, hogy a Belbecsen is sokat dolgoztak. Csecse lett a Belbecs. Itt van például a Methanol CV. Ezt annó 2017-18-ban hozta ki a Bianchi, még éppen azelőtt, hogy Fontana a Bianchihoz került volna. Aurelio Fontana egyébként az egyik legnagyobb olasz hegyi kerékpáros, akinek eredményeit még felsorolni is nehéz, úgyhogy meg sem próbálom. Szóval Fontana jött és mondta, hogy ácsi, jó ez a Methanol CV, nagyon jó a vázgeometriája, de egy kicsit még csiszoljunk rajta. Így született meg végül most a Methanol CV S és a Methanol CV RS, amiből az S az gyakorlatilag ugyanaz, mint ami volt, az RS pedig egy könnyített vázszerkezetet kapott High Modulus Carbonból. A CV jelölés egyébként nagyon fontos, mert ez egy úgynevezett countervail technológiát takar, ami nem más, mint az, hogy a váz karbon rétegei közé a ragasztó mellé egy úgynevezett countervail anyagot is tesznek, ami viszkoelasztikus, vagyis ha kell, akkor merev, ha kell, akkor rugalmas. Protektoroknál szokott az előfordulni, hogy egy alapból puha anyag ütésre megkeményedik. Na most a countervail is hasonlóképpen működik, csak éppen fordítva, egy hajtásirányban alapvetően merev, viszont ha ütés éri, akkor bepuhul, tehát nem fog széttörni a kerékpárod. Ez is egy űrtechnológiás cucc, a NASA szokta használni, neki szállítja a countervail, és szállításnál mínusz 240 fokon kell tárolni, szóval nem egy gagyi anyag. Az országúti terén említése méltó a Specialissima, ami egy 780 g-os váz, csak az a baj, hogy ez mostanában az aero korszakban senkit nem érdekel, mert mindenki inkább az áramvonalasabb formák felé kacsingat. Infinito CV diszk viszont már annál többeket érdekel, mert ez egy csúcskategóriás endurance országúti, ami egy High Modulus Carbonból, countervail technológiával felspécizett, top kategóriás, kényelmes, komfortos országúti kerékpár, nagyon kényelmes geometriával. Vagy mondtam már, hogy kényelmes? Szóval nagyon kényelmes geometriával. Ez volt annó amúgy az első olyan kerékpár, aminél a CV technológiát használták, és alapesetben hagyományos fékkel volt szerelve, viszont ezen túl most már csak tárcsafékkel fogják. Mert hogy régen az volt a mondás, hogy a hagyományos fék az sokkal áramvonalasabb, mint a tárcsafék, és ez alapesetben igaz is volt akkor, hogyha ugyanarra a vázra felépít, felraktak egy tárcsaféket, meg egy hagyományos féket, akkor a hagyományos fékes az jobb áramvonalassági mutatókat produkált, viszont, hogyha a vázat a tárcsafékes rendszerre optimalizálják, akkor bizony aerodinamikai tényezőket figyelembe véve is hatékonyabb és sokkal jobb a tárcsafék. Tehát bizony tárcsafék lesz, ez van. Integrált nyerekcsőbilincset kapott, mert a hagyományos nyerekcsőbilincs már smafu, és 7 különböző méretben fogják készíteni, hogy minden felhasználó megtalálja az ő testi adottságainak legmegfelelőbb modellt. Különböző falvastagságú csövekből is készítik, hogy a nagyobb testsúlyú emberek is megkapják ugyanazt a merevséget és hatékonyságot, mint amelyiket a könnyebb társaik. Az Ultra XR4 is tárcsafékes verzióban jön ki idén. A fék meg a váltó kábeleket teljesen elrejtették a vázban, és ráadásul mindezt úgy tették meg, hogy szerelni ne legyen rémálom, mert általában az ilyen nagyon elrejtett dolgoknak ez szokott lenni a hátulütője, de nem az Ultra XR4 esetében. E-bike fronton egy országúti kerékpárt érdemes megemlíteni, az Aria Aero országúti modellt, amiről első ránézése alig mondanánk meg, hogy e-bike-ról van szó, mivel a motor a hátsó agyba van integrálva, az akkumulátort betették az alsó vázcsőbe, és kezelőszerként mindössze egyetlen egy gombot kapott, ami a felső vázcsőben helyezkedik el, nincsen se kijelző, se semmi. Az egész elektromos hajtás szöröstül, böröstül, kábelestül, gombostül mindössze 3,5 kg, és ez ráadásul azért nagyon jó, mert ha esetleg beszerzel magadnak egy komplett hátsó kereket hajtás nélkül, és kiszeded az akkumulátort az alsó vázcsőből, akkor lesz egy 10 kg alatti, klasszikus, hagyományos és nagyon fasza Bianchi országúti kerékpárod is. Ezt a sok mindent egyébként a Bringa annál mondták nekem, úgyhogy ha a hülyeséget mondtam, akkor őket kell szídni, és ha kedvet érzel, hogy neked is legyen egy Bianchi kerékpárod, akkor hozzájuk nyugodtan mehetsz, de bármelyik hazai Bianchi viszonteladónál tudni fognak neked segíteni abban, hogy legyen egy nagyon faszabb Bianchi kerékpárod.